A közelmúltban mutatta be a nagy nyilvánosság előtt Rideg István Templom a kertem című könyvét. Sokan személyesen is ismerik a könyv szerzőjét, hiszen ő a Gábor Áron gimnázium nyugalmazott magyar történelem szakos pedagógusa. Nagyon sokan jöttek el a Városháza dísztermében megtartott könyvbemutatóra. Egykori tanítványok és kertészet iránt érdeklődők is megjelentek az eseményen. Az eseményt megtisztelte jelenlétével városunk polgármestere Szepesi Tibor is. Egy teljesen új oldaláról ismertem meg én legalábbis tanár urat, hiszen a 4 év magyar irodalom, történelem és osztályfőnöki óráin egy más pedagógust, egy más tanárt ismertünk. Aztán, ahogy teltek az évek, egy újabb oldalát, most pedig a könyv kapcsán egy valóban felszabadultabb és számomra sokkal vidámabb oldalát ismertük meg tanár úrnak. Én köszönöm szépen a könyvet, köszönöm szépen a polgármester asszonynak is, akinek időközben el kellett menni hivatali teendői miatt, hogy elindítva a KERT programot, hiszen valamilyen szinten a KERT programból nőtt ki ez a könyv is. Úgyhogy köszönöm szépen tanár úrnak, hogy megírta ezt a könyvet, és én kívánok, azt gondolom, mindannyiunk nevében további jó egészséget, alkotó munkát, és ugyanilyen vidámságot, mint ahogy az utolsó hetekben, napokban találkozhattunk tanár úrral. A könyv nem csak azokat az embereket szólítja meg, akik kertészkednek, hanem igyekszik mindenkit arra buzdítani, hogy otthon, aki csak teheti, hódoljon ennek a hobbinak és találja meg benne az élet apró örömeit, mondta el televíziónknak a könyvszerzője Rideg István. Ez a könyv a kertészetről szól. Kertészeknek, és azért, hogy még jobban, lehetőleg még jobban csinálják azt, amit nagyon szeretnek, mert érdemes vele foglalkozni, lelki üdülés jelent, nem beszélve arról, hogy sok finomság kerülhet az asztalra, az otthoniaknak az örömére, és hát kertészkedni mindig a természethez való közel kerülést is jelenti, akár fúj a szél, akár esik az eső, akár napsüti, vagy pedig nagy, nehéz munkát végez az ember a természetben. Mindenképpen sokszínű az, amit egy kertész csinál. Rideg István elmondta, hogy az alapgondolat már 2018-ban megfogalmazódott benne, és még abban az évben elkészült a könyvváza. A barátai pedig nagyon jó véleménnyel voltak erről, így arra biztatták, hogy bővítse tovább a már meglévő anyagot. A nagy változás akkor következett be, amikor a Hitel főszerkesztője, Pap Endre, mostan már József Attila díjas irodalomtörténész, ő meglátta benne a fantáziát, és nagyon jó isteni tanácsok adott szinte, hogy a kert metaforát kellene megfejteni, illetőleg kibontani az egész műben. Így került azután ez a kerti napló magasabb szintre, és ő meg is jelentette a Hitelbe, majd pedig Serfőző Simon, Kossuth díjas költő, író, szerette volna megjelentetni, de közben problémái következtek be családban, betegség, és így tovább elköltözött Miskolcról Egerbe, majd Budapestre. Tehát nem tudta vállalni a kiadását, pedig azt mondta, hogy ez unikum lett volna. Így azután fordultam Jánosi Zoltán professzor úrhoz, aki a Magyar Naplónak a főszerkesztője is. Őt régebbről ismerem, éppen Serfőző Simon révén, mert egyszer valamikor találkoztunk már, pontosabban Nagykállón, amikor az egyik diákomat vittem oda ilyen Ratkó szavaló versenyre, én pedig Serfőző Simonról írtam tanulmányt, és aztán ezt az iskolában elkeverték valahogyan. Nem kaptam ottan díjat, de amikor reklamáltam, akkor postafordultával küldtek 2000-ben 10 000 forintot nekem, és
a professzor úrnak volt a nagyon jó véleménye, akkor még a főiskolán volt tanár Nyíregyházán. Így azután a régebbi ismeretség révén kézbe vette az anyagot, tanácsokkal látott el, hogy mit kellene még rajta igazítani, javítani, tehát előszót írni, aztán növénymutatót, névmutatót a személyekről, és így tovább. Így azután a Magyar Mikrokozmosz sorozatban megjelentette, aminek nagyon-nagyon örülök, és hát a város segítségének is, mert ez így összmunka nélkül nem sikerült volna ez a könyv. A könyvszerzője hozzátette, nagyon jó visszajelzéseket kap az olvasók részéről. A visszajelzések egyértelműen jók, és ennek nagyon örülök. Én nem tartom azért mondjuk világrengető írásnak, még ennél sokkal jobb írások is keletkezhetnek az elkövetkező időben. Az viszont nagyon meghat, hogy már nem él Szatmár István nyelvész professzor barátom, ő azt mondta, hogy itten egy új műfajt teremtettem. Ez magában véve egy csodálatos dolog, úgy gondolom, és nekem ez a sok-sok lelki öröm, amivel elláttak barátaim a gondolataikkal, az nekem nagyon sokat jelentett. Fiatalított. A rendezvény végén kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt, valamint a megjelentek meg is vásárolhatták a könyvet, melyeket a szerző dedikált mindenki számára.